Nagy örömmel köszöntök mindenkit Budapesten, tisztelet és szeretet a Szangának. És egy csillagászati példával kezdem, bár úgy tűnik, hogy az éghajlatunk az most fontosabb, hiszen újabb rekord dőlt meg, és megint nagyon komoly tanítást kapunk, hogy valójában hol élünk. De a csillagászati példa azt jelenti, hogy egy picit távolabb megyünk, nagyon sokan láthattatok olyan tanítást, audiovizuális formában, hogy kezdjük a Földdel és egy ember mértékkel, az ember mekkora a Földön. És mekkorák vagyunk mi a Földön. Tehát néha elképesztően nagynak gondoljuk magunkat, és akkor kiderül, hogy a Föld az hozzánk képest mekkora. Tehát hatalmas. Tehát amikor arról van szó, hogy az ember a Földön mekkora, akkor előbb-utóbb a videó eljut odáig, hogy a Föld a naprendszerben mekkora. És hogy milyen aprócska a Föld, és a Földön milyen apró az ember, és az emberiségben te, mint 1/8 milliárd, milyen apró vagy. Ez csak méret, ez nem kisebbségi komplexus, egy méret, semmi más. És a naprendszerben a napnak a tömege az 96%, és a 4% az összes többi bolygó, hold, aszteroida, stb. Ebbe a 4%-ba belefér minden, ami nem a nap. Tehát egy hatalmas tömeg a naprendszerben. Óriási. És akkor kiderül, hogy a naprendszer a tejútrendszernek azon az adott spirálkarján, ott a kétharmados többséggel kifelé, mekkora. Egy kis elenyésző kis pont. És akkor a spirálkar az a sok-sok milliárd csillagból egy csomót tartalmaz, de még egy rakás spirálkar van, és a tejútrendszer közepén egy hatalmas, fekete lyuk. És kiderül, hogy az összes fényes égitest e körül, a fekete lyuk körül, szépen így a kozmosz törvényei által rendezve egy forog. Szépen forog. Aztán kiderül, hogy a tejútrendszer is csak egy a csillagrendszerek között, és van még más galaxis, meg galaxis halmaz, meg különböző csoportosok, csoportosulások, és a többi. És hogyha megnézed, már a naprendszerben nem tudjuk azt, hogy mit jelent az, hogy 8 perc múlva ér ide a fény a naptól. Tehát fogalmunk sincs, az intellektus ezt nem tudja felfogni, hogy ez most mi. Mérésekkel a tudósok, igen. És fordítsd ezt le, ezt a működést magadra, mert ahogy a makrokozmosz elkezd megmutatkozni a különböző rálátások, mérések, tudás alapján, úgy belül a te mikrokozmoszod az milyen? Te abban mekkora vagy? Az éned az hol helyezkedik el? Egy spirálkaron? Az éned egy nap? Az éned egy hold? Az éned egy aszteroida, vagy egy üstökös, vagy aki megjelenik valakinek az egén, és ellobban, és már el is megy. Vagy pedig egy hatalmas fekete lyuk, aki körül mindenkinek pörögnie kell. Hát hogy működsz te, mint énség? Mennyire vagy szupernova, mennyire vagy vörös törpe, és mennyire vagy egy magányos neutroncsillag, hogy hagyjanak engem békén? Vagy pedig annyira rendszeres, mint ezek a pulzárok, vagy rádiócsillagok, amelyekhez méréseket lehet igazítani, mert millió éves távban ugyanazokat a jeleket bocsátják ki, legalábbis mi ezt hisszük. Tehát nagyon érdekes az, hogy a makrokozmosz mekkora kérdéseket tétett föl veled a saját mikrokozmoszodat illetően. Egyrészt tudjuk a tudomány kőkemény méréseiből, hogy a látható univerzum, az a mérések által feltételezhető univerzumnak az az 4%-a, megint csak, 4-es. Ennyit látunk. Hát ahhoz, hogy az egész működjön, ahhoz még feltételeznünk kell a logika, a fizika, a tudomány kőkemény útjait járva, hogy még 96%-nyi valami ott van. Az rossz szó, hogy sötét anyag, vagy sötét energia. Attól, hogy nem látod, még nem lesz sötét. Tehát nem mondd azt, hogy sötét karmám van, nem mondd azt, hogy nekem sötét oldalam van, nem mondd azt, hogy ellenségeid vannak, azt sem mondd, hogy rossz karmád van.
Egyszerűen nem ismered önmagad. Kész. Amit nem ismersz, az kétféle módon nyilvánul meg. Az egyik, hogy üt. Ekkor az ellenségettől tanulsz. A másik, hogy leküzdendő. Akkor akadály lesz. A harmadik, hogy érdekel, mert még nem tudod, hogy mi az. Ekkor tanulni való lesz. Ez a háromféle megismerhetőség van, hogyha az ember saját hozzáállását veszem alapul. Tehát érdekel, meg akarom tanulni, leckém van. Akarok valamit, de nem akarom figyelembe venni az odavezető utat. Akadály van. Ha az akadályt nem ismerem el, és nem akarom leküzdeni, akkor elkezdek félni tőle, és előbb-utóbb manifesztálódik ellenség formájában. Kellemetlen helyzet, szerencsétlenség, ez nem mindig személyes. De van, amikor a térben megmutatkozik, hogy valójában a te sötét anyagod, sötét energiád egy emberben szépen szembejött, és kérdezett, és megérintett, megütött, hatott rád azért, mert a te karmád, a te feldolgozatlanságod, az szépen az ő formájában feléd jött. Hányszor volt az, hogy ó, bár csak vele ne találkoztam volna, de miért ne? Mert tőle félek. Ő az, akivé nem szeretnék válni. Ő az, aki ne gyakorolja rám hatást. Ő az, aki lehetőleg szembe se jöjjön az életemben. Na, ha vannak ilyenek, az azt jelenti, hogy a hozzátartozó karmád, személyiségelemet feldolgozatlan. Az az én elem még sötét. De kiderül, hogy ez a 96%-nyi, ez meghatározza messze menően a 4%-nyi látott univerzum mozgását, viselkedését, mindenét. Tehát a tudattalanod az, amely a személyiségedet meghatározza, és nem pusztán az, amely ilyen kis kurzusokon, meg ilyen kis körökben, meg egyebeken magad és mások mondanak a karmádról, illetve mások karmájáról. Tehát az önismeretnek fantasztikus nagy szerepe van, 4%. 4. A többi az, amit nem ismertél meg. És ebben a 96%-ban van az önmeghaladásnak a kulcsa. A 96%-nyi meg nem ismert karmádat, azt legyél szíves úgy felfogni, mint nyersanyagot, üzemanyagot, lehetőséget arra, hogy ebben a pillanatban te az önképedet meghalad, felülmúld, megváltoztasd, és egy új alakba szépen ragd le. Mi ennek a változásnak a csalhatatlan jele? Konfliktus. Tehát konfliktusba kerülsz a másik emberrel, a szeretett személlyel, a hierarchiában, a csoportban valakivel, végül is magaddal. A fel nem dolgozott énelemed, a leszakadt lélekrészed szembe jön ezekben a problémákban, és ekkor kérdezed, hogy ugyan már mit csinálhatnék. Mosakszunk, ugye? Törőközzünk, hogy nehogy hogy úgy legyen. De ez mégis úgy van. Nagyon sokszor megpróbáljuk a valóságot maszkírozni. Nem úgy látni, ahogy van, hanem ahogy nekem jó. Vagy ahogy szerintem másnak jó rólam. Oké? Okay? És a konfliktust nem engedjük. Ösztönszerűen félünk tőle. Mert mi van, ha? Pont. Háromféle közelítés szokott ehhez lenni. Az egyik az elkerülés. A másik a túlkompenzálás. Ha megdobnak kővel, dob vissza atombombával, majd leszokik róla, hogy kővel dobálódzon. Túlkompenzálás. A másik az alávetés, hogy megdobták kővel, én semmit nem csinálok, kenyerem az nincs, de dobjál meg nyugodtan még kővel, hogyha ez neked jól esik. És attól előbb-utóbb nekem is jobb lesz. Gondolom én. De nem. Tehát sem az alávetés, sem a túlkompenzálás, sem az elkerülés hosszabb távon nem működik, viszont működik a szembenézés. Mi kell a szembenézéshez? Hát világos, hogy egy konfliktusból nem az ismert személyiséged ránt félre. Azt a 4%-ot azt megtanulod uralni, elmúlt mindenki 18. De a 4% látszólag uralt személyiséged, az a 96 által állandóan kapja a tudatalatti impulzusokat.
Ez még nem is kell nagyon pszichológiát, vagy jungiánus, archetipikus elméleteket tanulni, de ez már csapból is folyik, jó régóta, szerencsére. Tehát a 96%-nyi tudattalanod maximálisan meghatározza a 4%-nyi tudatos személyiségedet, és most jön a gyakorlat. Tehát a meghaladásnak a gyakorlata az az, amit itt csinálunk, az egyik ízváltozata, mert hát van a Mahajánában más is szerencsére, mint zen, a buddhizmusban van más is, mint Mahajána, mondjuk Theravada, és a buddhizmuson kívül is vannak komoly advaita hagyományok, lásd Vedanta, jóga, hat darsanának a többi tagja, és az indiai, kínai és a származék kultúrkörökön kívül is van még olyan hagyomány, amit gyakorolhatsz ahhoz, hogy ezt a tudattalant egy picikét megnemesítsd, átalakítsd, megvilágítsd, emberi balakra hozd. Kiderül, hogy a feltáró technikák szükségesek, de nem elégségesek. Tehát lehet, hogy egy konfliktus tár téged föl, hogy te milyen vagy, mert egy válsághelyzetben nem tudsz szerepet játszani, attól válság a helyzet, hogy nem játszhatod a szokásos szerepedet. Nem tényleg kijön, hogy a felszín alatt mi van. Vagy a terapeutád nyit föl, vagy a párkapcsolatod nyit föl, vagy a családod nyit föl, de az, hogy az énednek a kérge nem marad zárva, az biztos. Feljön valami. Ott van a tálcádon, a tudatosság tálcáján. Meg tudod enni? Meg tudod emészteni? Vissza tudod tenni rendezett formában a tudattalamba? Ha nem, akkor nem tudsz felejteni. Nem tudod elfelejteni, nem tudod a tudattalamba visszaengedni, hanem állandóan a tudatfelszín fölött ott van, elfoglalja a memóriádat, lefoglalja az érzékszerveidet. Ezt hívja a tanítás holding mindnak, a megragadt tudatnak. Tehát valamihez ragaszkodik, és nem tudja félretenni, mert megoldatlanul ott van a tálcáján. Nem meri megrágni, nem meri megemészteni, így nem tudja se kikakilni a salakot, sem pedig felhasználni a benne lévő energiát és tápanyagot. Miért? Mert a karma a lélek legnagyobb tápláléka. A hétköznapi, a rajasz, a tüzes, az bizony karmával táplálkozik. Ezért mondja a Buddha, hogy lángban áll a világ, szerzetesek. Mi gyújtott a lángra? A vágy tüze, a harag tüze, a téves nézetek tüze. Ebből szoktunk táplálkozni. Most kint van a tálcádon, az aktív tudatosságodnak, az éber terében egy csomó karma. Mit teszel vele? Tehát amíg nem hallod a látás általi megszabadulás tanítását, addig mérgezed vele magadat, meg a környezetedet. Vagy túleszed magadat, mindent én megoldok, túlkompenzáló viselkedés, vagy pedig semmit nem, semmit. Majd ez nyugodtan zuhanjon rám, vagy bárkire, alávető viselkedés. Egyik sem jó. Egyik sem jó. Mit tudsz kezdeni azzal, ami előtted van? A legelső, hogy mered látni. A maga ilyenségében, teljességében, ahogy van. Nem menekülsz el. Szembenézel a helyzettel, a kapcsolattal, még ha megoldhatatlannak tűnik, akkor is. Tehát az intellektus mit akar megoldani? Hogy ne legyen baj, ne legyen probléma, ne legyen szenvedés. Azt már elfelejtjük, hogy az intellektus a saját dualitásával pontosan ezen szenvedés és megoldatlanság létrehozója. Csak ezt elfelejtjük. Ezt nem látjuk. Tehát merd a maga megoldatlanságában látni a problémát előtted, úgyhogy ennek van egy pozitív és egy negatív oldala szerinted. Ez egy megoldhatatlan paradoxonnál összeáll, és mindaddig ott lesz, amíg ezt a kettőt te külön látod, hogy pozitív és negatív. Amíg ezt széttagoltan látod, nem magunk által teremtetnek látod, és nem múlandónak látod. És mihelyt észreveszed a problémát, a szenvedést a maga miben létében, a maga működésében, abban a pillanatban a látás által leválasztódsz róla, és a leválasztódással beáll a nem azonosulás, a nem azonosulással beáll az, hogy előbb-utóbb uralmat tudsz fölötte gyakorolni. Ezt ezzel a bottal lépésről lépésre be fogom mutatni. Valaki megütött ezzel a bottal hátulról. Nem láttam. Csak megkaptam. Az élet ösztön az, hogy szaladj. Mert ha nem, akkor kapod a következőt. Hátulról kaptad, előre szaladsz. Ott nincs ütés, mögötted van.
de az ütés jön utánad. A karmád, mint az árnyék követ. Ha nem fordulsz vele szembe, mindig is ütni fog. Tehát az a paradox, vagy nem túl logikus viselkedés, hogy az ütés forrása felé fordulsz, felülírva azt az életösztönt, hogy ja, most akkor az arcomba kapok? Lehet, de akkor már látod, hogy honnan kaptad. Ha folyamatosan a hátadba kapod, soha nem fogod meglátni, hogy honnan kaptad. Értjük? És hogyha szembefordultál vele, látod, hogy a saját kezed mérte ezt az ütést rád. Tehát te tartottad oda magadat, semmi más. Senki más. És akkor fogod és leteszed a fegyvert, amit saját károsításodra használtál. Ekkor már szembe vagy a bottal, kézbe veted és letetted. Ez a leteszem a botot, ez a nem azonosulás pillanata a karmával. Kiderül, hogy azt hittem, hogy a bot üt engem, és nem láttam a saját kezemet, amivel a botot mozgattam. Oké? Okay? De mihelyt ez a kör megvan, le tudom tenni a botot, és aki látta az Ollókezű Edward című nagyon veretes alkotást, az pontosan tudja, hogy az azonosulás milyen veszélyes. Van egy olyan Edwardunk, akinek a keze ollóban végződik. Nem tud mit csinálni, csak vág vele. De amihez hozzáér, akihez hozzáér, azt vágja, szúrja. Te le tudod tenni a karmádat? Félre tudod tenni? Ez a kérdés. A gyakorlatunk az, hogy ezt a pillanatot tisztán tartjuk. Mit teszünk ehhez? Egy látszólag teljesen haszontalan dolgot, nem a 4%-nyi személyiséget programozgatjuk újra, hanem a 96%-nyi tudattalamba küldjük le napi rendszerességgel a leborulást, az éneklést, az ülést, elvonuláson a közös gyakorlatot, itt a helyi közösségben is a közös gyakorlatot, azt a paradox tanítást, ami a koan, a lehetetlennel való szembenézés, és kiderül, hogy lehetséges, csak ahhoz meg kell ugrani egy szintet, meg kell változni az önképednek. Egy olyan konfliktust hozunk létre, amiben a megoldás más típusú, mint az eddigiek. Tehát a zen az tényleg konfliktust generál azért, hogy változhass. Megfelelő konfliktus, megfelelő megoldás, megfelelő változás. Mi a következő? Egy újabb konfliktus. Egy újabb koan. Az élethelyzetednek egy újabb változása. A hagyományt nagyon sokféleképpen fel lehet fogni. De ne fogjuk fel muzeális tárgyként, ne fogjuk fel valamilyen kis enyhítő panaceaként. Egyébként az is, tehát régi, ódon, és valahol gyógyít és békét is ad, de ezek mind mellékhatások vagy ellenvonások. Az élő hagyomány szembe állít a saját karmáddal, a saját önképeddel, és a hagyomány megfelelő gyakorlása nélkül nem tudsz tapasztalni, nem jutsz el ide. Ehhez még a legnagyobbaknak is tanítóra volt szüksége. Valakitől megtanulták, kiművelték, továbbadták. Tehát ha ide nem jutsz el, akkor nem jutsz el a nem kettősség pillanatáig, nem jutsz el a nem én tapasztalatáig, és hogyha nem jutsz el a nem én tapasztalatáig, akkor nem tudod az énséget félretenni, és nem tudod felvenni az önvaló nézőpontját. Az önvaló nézőpontja az nem valamilyen cirkamlis könyvekből kiolvasott dolog, végképp nem egy énes, intellektuális vagy érzelmi nézőpont, hanem pontosan ennek a pillanatnak a térszerű, tükörszerű tisztasága. Semmi más. Semmi más. Nincs benne semmi, ami név és forma lenne, ezért a világ összes nevét és formáját látja, kezeli, teremti, megtartja, és le is bontja, ahogy kell. A bevezető végén ezt a hármas aspektust szeretném kidomborítani, hiszen már tudod, hogy miért csinálod mindezt. Eddig is tudhattad, de remélem most még jobban tudod, hogy miért csinálod. Mert hogyha a tudattalanodban nem kezdesz el dharma energiát pakolni, akkor onnan csak a karma energiája jön föl. És amikor válsághelyzet vagy konfliktus van, amelyet persze igyekszünk kerülni, de kiderül, hogy feleslegesen, akkor mindig megmutatkozik, hogy valójában ki vagy, mert a szerep ledobja a láncot. Nem tudod a szokásos illúzióidat kelteni, hogy te ki vagy, mi vagy. És feljön az, hogy most ebben a pillanatban mit teremtesz, mit tartasz meg, és mit bontasz le.
ez annyira fontos, hogy az indiai kultúrában három istenséget jelöltek ehhez. Brahma a teremtő, Vishnu a megtartó, és Shiva az a tisztító vagy pusztító. Brahma templom összesen a teljes hindusztáni félszigeten tudomásos szerint kettő van. Miért? Mert a teremtés az elég jól megy. Ha átlátod, ha nem, elég jól tudunk teremteni. Egyrészt, mert létrejöttünk, nagyon könnyen hozunk létre más formákat, legyen az műalkotás, vagy utód, vagy épület, bármi, tehát nagyon gyorsan tudunk teremteni, mert ez bennünk van. A megtartás az már nagyon furcsa, ugyanis néha csak saját magunk számára szeretnénk megtartani lényeket. Az én kutyám, ugye? Az én gyerekem, stb. És hogyha önző módon szeretnénk megtartani, előbb-utóbb elveszítjük. Ha egyáltalán nem szeretnénk megtartani, akkor is elveszítjük. Tehát hogy van a középutas megtartás, amely nagyon finoman látja és szabályozza, hogy egy adott lény vagy tárgy kihez tartozik. Ki a felelős érte, ki az, aki gondját viseli, ki az, aki használja, kinek van felajánlva, ki az, aki elsajátítja, kicsit megtartja, továbbadja változatlanul. Tehát a birtoklásban már benne van az, hogy ez nem egy konstans dolog. Hétköznapi nyelven a szülők kimondhatják azt, hogy az én gyerekem. És jó, hogyha tudod, hogy a tiéd, különben nézed, hogy most miért nekem sír? Miért én? Hát azért, mert te hoztad létre a pároddal. De nem a birtok tárgyad, nem a tulajdonod. Szabadon hoztad őt létre, és felelősséggel tartozol iránta minden szempontból, amíg ő is föl nem nő, és azt nem mondja, hogy szervusz, és megyek. Ezt minden egészséges gyerek megcsinálja, és nem 37 évesen, hanem jóval korábban. Megyek, köszönöm, és ha jól csináltad, akkor ő hálával fog visszajönni, ha pedig nem csináltad jól, akkor 20 évig nem beszél, aztán ír egy képeslapot Ausztráliából. Tehát a birtoklással már gond van, mert nem látjuk azt, hogy ténylegesen milyen viszony fűz össze minket, nem látjuk a mulandóságot, nem látjuk a kölcsönös függőséget, nem látjuk a tudatáltali teremtettséget. És hogyha ezeket látnánk, másképp birtokolnánk. Tehát már a Vaisnava részben, a Vishnu istenség jele alatti létszakaszban, vagy létszférában, már itt rengeteg tanulnivalónk van. Ha jobban kezelnénk a birtoklást, akkor a Föld nem így nézne ki. Mert kiderül, hogy üres kézzel jössz, üres kézzel távozol. De amit itt hagysz, az lehet a bankbetéted, és lehet a szeméthalmod is, de azt itt hagytad. Tehát, mit birtokolsz? Mit tartasz meg? Mi az, amire azt mondod, hogy ez az enyém, és nem másé? A drágaságom. Oké? Okay? Tehát a birtoklásnak ilyen extrém helyzetei is vannak, és nézd meg azt, hogy te mihez kötődsz úgy, hogy nem engeded el. Az a tiéd. És csak a tiéd, és senki másé. De ennél még keményebb a Shiva aspektus. A mulandóságnak a kezelése, és ezért a legtöbb hindu templom az Shiva templom. Óriási az aránya, ha érdekel, majd utána nézel, mert a Shiva aspektusban dől el, hogy te a karmát hogyan éled át, a mulandóságot hogyan éled át. Hogyha ragaszkodsz hozzá és azonosulsz vele, akkor pusztulsz. Azonosulsz a testtel, kőkemény halálfélelmed van. Hogyha nem azonosulsz a testtel, akkor könnyebben mész. Az se piskóta, de akkor is könnyebben mész. Akkor csak tisztulsz. Tehát az énséged működése, a saját önképed, önvalód viszonya, az határozza meg, hogy a karma változását, főleg a mulandóságot, azt tisztulásként vagy pusztulásként éled meg. Ha úgy érzed, hogy valaki vagy valami pusztít téged, ott próbáld meg átváltoztatni tisztulássá, hogy megtisztulok ettől. A veszteséget pedig tessék megszabadulássá. Hogyan lehet ezt, hogy kivonod az énséget belőle? Nagyon nagy egoitás csak veszteséget él át. Teljes éntelenség csak tisztulást él át. Oké? Okay?
Tessék erre nagyon figyelni, akkor, amikor a változások úgy tűnnek, hogy csak ütnek, zúznak, borzasztó dolgok történnek veled. Ez így van. Előbb-utóbb mindegyikünk elveszíti a testét. Már itt mindenki túl van legalább egy életválságon, különben nem lennétek itt. Nem lennél érett. Hogy éled át a következőt? Pusztulásként? Tisztulásként? Na ez rajtunk múlik. A levelek mindenképp lehullanak. A rügyek tavasszal mindenképp kinyílnak. Tehát lássuk ezt a teljes körforgást, ami az élet és halál, teremtés, megmaradás, birtoklás, és utána a tisztulás, pusztulás körforgása. Oké? Okay? Ebből a körforgásból tessék erőt meríteni, mert rengeteg energia van benne, és ezt a tudatosodásra felhasznál, és ekkor ébredsz és fejlődsz. Az ébredést vissza lehet táplálni a fejlődésbe, a fejlődéssé. Hogyha ez a kettő külön van, akkor van egy ilyen elefántcsontorony, ahol te fölébredsz, de nem vagy hajlandó fejlődni, nem jössz le a toronyból. Aztán vannak azok, akik csak fejlődni szeretnének itt, de nem szedik össze a szemetet, se belül, se kívül, mert nem ébredtek rá. Tehát felébredés nélkül nincs fejlődés, és fejlődés nélkül a felébredés haszontalan marad, elszigetelt marad, és utána pedig el is hal, mert értelmetlenné, működésképtelenné válik. Mi a fejlődő és ébredő személyiség egyetlen legfontosabb jellemvonása? Ez az érettség. Tehát ha ébredsz és fejlődsz, akkor éretté válsz. Kinek van kérdése? Nekem az lenne a problémám, van egy nagyon erős önsorsontó karma, ami így időre időre visszajön, főleg akkor, amikor nagyon jól érzem magamat, és eddig egész jól kezeltem, mert egyedül voltam, és el tudtam magammal intézni. Most van egy párkapcsolatom, és sajnos rátorom az egészet. És én ebben szeretném segítséget, hogy ezt hogy tudom meghallani, mert hogy egyszerűen mantrát mindent elsöpör, félresöpör. Ha 2-3 havonta visszajön, és akkor ilyen eltűnik. 2-3 havonta milyen vissza? Tehát hát saját magamat kezdem leépíteni, lerombolni, meg úgymond, mintha ebből nyerni került, közben érzem, hogy nagyon rossz, de jön bele az energia, és hát és nem ebből jön, hanem az igen. Ezáltal kapott figyelemből igen, jön. Igen. Az ezáltal kapott törődésből, szeretetből, de ezt nem és akarom. Ebből jön. De jó. Ezt nem akarom. Jó. Hát akkor tessék ezen lefelé csúszások előtt, mindegyikünknek van, de ő merte megkérdezni. Tehát megkérdezed magadat, hogy most ezzel mit akarok pótolni. Tehát ez ilyen pótcselekvés hegyek. Általában az elkerülésből, konfliktuskerülésből, a szembenem nézésből következik az, hogy mondjuk egy párkapcsolat felvállalása helyett valami pótcselekvésbe megyek, mert az könnyebb, attól jobban érzem magam, és nem kell egy másik humánnal szembenézni, aki folyamatosan nem ért velem egyet, akinek sose jó az, amit csinálok, sosem érti azt jól, amit mondok. Értjük? Tehát, hogyha nem merjük felvállalni az intimitást, akkor nem lesz egy olyan közelség, amit egyébként az ember a lelke legmélyén akar, de ezt a közelséget aztán felváltja valami érzékszervi hatásra, amivel hát lehetőleg így is valahogy majd boldog leszek, meg jól érzem magam. Azt kiderül, hogy nem. De az embert nem pótolhatja semmi, nem azért, mert olyan csodálatosak vagyunk, hanem azért, mert az embert nem pótolja semmi, kész, semmi. A játékmacitól kezdve, az alkoholig, a képernyőig, különböző utazásokig semmi nem pótolja azt az embert, aki melletted van, aki közel van, akit tükrözöl és aki tükröz téged. Na most én azt érzem a saját tapasztalatomból is picit építkezve, hogy ehhez nem lehet eléggé fölkészülni szellemileg. Tehát én folyamatos karbantartásban vagyok, naponta. Naponta át kell mennem a dharma terem, és így leülni a Buddhára, és így köszönöm. Köszönöm, hogy én most legálisan, rendszer szinten, tudatosan vállalva meditálhatok. Nehogy azt hitt, hogy addig is nyugi van, mert belül megy a műsor, neked is megy a műsor, de legalább ezt a műsor szórást tudod szabályozni vissza a másik lényre. Hogy te milyen műsor szórással bírsz, és ő milyen adással bír, előbb-utóbb ez meg lesz. Tehát ne legyen pótcselekvés. Hát azt mondom, hogy most ami helyett csináltam ezt,
visszatérek a primér érdeklődéshez, a primér igényhez, és hogyha ez megvan, akkor már őszintébb vagy. Nem csak a másik elől bújunk ilyenkor, magunk elől is bújunk ilyenkor. Értjük? Tehát nem merjük az énünknek azt az oldalát vállalni, amely még kidolgozatlan, ismeretlen, hibázhat jóval többet, mint az a kis tökéletes kéreg, amit igyekszünk magunkon így ecsettel kenegetni. Vállald magad! Vállald magad! És hogyha vállalod magad, akkor vállalod a másik embert is. Mi ennek a fordítottja? Ha vállalsz egy másik embert, akkor előbb-utóbb magadat is kell. Hogyha egy jó kapcsolatod van, az nem enged téged színlelni, szerepet játszani, pótcselekedni. Az leültet vele szemben, így magaddal szemben is. Na, ha jól csinálod a belső gyakorlatot, az így a külsővé is válik, és hogyha jó a karmád, akkor egy külső személy, az úgy nyitja fel a szívedet, hogy néha fáj, néha örömteli, de nem tudod visszacsukni. Ezt kívánom mindenkinek. Köszönöm szépen. Szívesen. Szóval nekem az lenne a kérdésem. Én mielőtt elkezdtem itt a gyakorlatot, viszonylag, sőt valószínűleg a kelleténél többet olvastam a zenről és a buddhizmusról, és nekem az nem világos, hogy főleg tehát konkrétan az zenben ez elég gyakran feljön, hogy ugye a felébredés, tehát a nirvána, és az a körforgalom, amiben vagyunk a szamszára, az amúgy egy és ugyanaz. Nem. Ha azt mondod, azonos hiba, különböző, az is hiba. Aha. Most... Tehát... Tehát és úgy, még a botot fő se emeltem. Már várták, tehát az időltek várták. Tehát azt a nekem paradoxonnak tűnő aspektusát nem értem ennek az egésznek, hogy egyszer ugye próbáljuk elérni a felébredést, de ezzel egyetemben meg ugye a szívszútrában is le van írva, hogy nincs amit el jól olvastál. Érni. Jól olvastál. És hogy mégis megkülönböztetünk embereket, akik felébredettek, meg akik nem felébredettek. Nem jól olvastál. Tehát ez a paradox, ez nagyon jó, hogy látod, és ezért mondom, hogy ebben a hatalmas körforgásban a tudatosodásod és az ébredésed az, az egyetlen minőség, amit ténylegesen el tudsz érni, mert minden más ennek a változásnak és a körforgásnak a része. De ez a felébredett minőség látja a körforgást úgy, ahogy van. Pacsang Zenmestert megkérdezték, a buddha természetünk velünk születik? Azért, Csali, mert a buddha természet az önvalónak az egyik ekvivalens fogalma, ami nem születik és nem hal meg. De hogyha nincs jelen ebben a létben, akkor mi az, ami bennünk látja a születés és halál körforgását? És a Pajcsang azt mondta, belép a létezésbe, de nem szenved velünk együtt. Tehát ez volt a legjobb válasz akkor, és a mai szóhasználat, ez a tanú tudatosság. Tehát van benned valami, ami nem név, nem forma, nem keletkezik, nem szűnik meg, nem én vagy az énségnek a hiánya, nem tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ha azt mondod, hogy ez csak benned van, hiba. Ha azt mondod, hogy ez benned nincs, az is hiba. Tehát a szívszútra azért van, hogy az összes téves elképzelést azt leírtsa a tudatodból. Tehát nagyobb tisztítószer az énednek nem kell, mint a szívszútra. Gyémát szútrában ugyanezt olvashatod, ma a Parinirvána szútrában ugyanezt olvashatod, csak más oldalról, más szerkezetek felhasználásával. De a szívszútra, amelyet azért pár ezer kolostorban a mai napig legalább háromszor recitálnak per 24 óra, azért kell, hogy te soha ne tévezd össze magadat az intellektusoddal, a megkülönböztetéseiddel, és végre tűnjen el az a prekoncepció, hogy van megvilágosodott és meg nem világosodott. Az a kérdés, hogy te most tisztán látsz a szemeddel, tisztán hallasz a füleddel, tisztán érzel a bőröddel, tisztán gondolkodsz az elméddel, tisztán érzel a szíveddel? Ez a kérdés. Az összes többi, az már csak a karmának a forgása. És Lincsi Zenmester, aki szintén a kedvenceim közé tartozik, ő mondta, hogy a megvilágosodás, mint szó kiejtése, pont olyan, mint hogyha egy vödör szart zúdítanál a fejedre. Tehát ezért mondom, ne olvassál túl sokat,
ahhoz már eleget olvasta, hogy ide eljuss, és bátor volt, hogy föltedd a kérdésedet. Nagyszerű. Következő lépés, hogy mindezt ledolgozod a templomban. És elfelejted. Ez mindenkinek lehetséges, kedves, okos budapesti szanga. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy tessék ott belső és külső munkával ledolgozni az összes fogalmat, és szépen csomómentesre keverni a palacsintatésztát. Nincs semmi baj a palacsintatésztával. Mindaddig, amíg tudod, hogy a csomók ugyanabból a nyersanyagból vannak, mint a folyékony, sütésre kész tészta. Csak a csomók nincsenek elkeverve, a tészta folyékony, homogén része pedig már igen. Ennyit a dualitásokról, jó? Egyéb kérdés? Arra szeretnélek kérni, hogy véleményezd, cáfold meg, vagy támaszd alá a következőket. Stopp! Ez egy olyan luxus utazás, főleg így veled, hogy nem tudnék ezen részt venni, nem tudom kifizetni. Tehát három nagyon drága dolgot kértél. Véleményezd, erősítsd meg, vagy cáfold meg. Ezek ilyen kognitív luxus cikkek. Tehát mindegyiken egy ilyen kivert én fogalom van, ilyen kovácsolt vasból, ilyen kikalapált énség. Mi van, hogyha én nagyon szegény vagyok, nincs véleményem, nem tudom megerősíteni, és nem tudom cáfolni. Így tett fel a kérdésedet. Gondolatod lehet róla, hogy mit gondolsz? Mit gondolsz a következőkről? Fáradt vagyok, én már nem gondolkodom. Nézd meg ezt az időjárást. Megpróbálom, harmadjára neki futok. Ez szerintem... Tréningez. Nem könnyítem lesz. Meg a dolgodat, tréningez. Olvastam valamit a templomban, amin megragadta a figyelmem, és nem tudom eldönteni, hogy ez az állítás az minden esetben igaz-e, és ezért fordulok most hozzád. Az állítást azt úgy olvastam. Brilliáns! Hogy aknavezőn így még nem mentek át. Mondjad! A gondolat szüli az érzelmeket, az érzelmek szülik a vágyat, a vágyak szülik a tettet, a tettek szülik a karmát. Részigazság, mint minden verbális kijelentés. Most én hogyan segítsek neked ebben? Láthatod, ezt sokkal jobban csinálod, mint én. Az elejével nem értek egyet. Abban van egy kis vacila, hogy a gondolatok szülik az érzelmeket. Ez már itt bukott. Te, én hagyom, hogy ezt hidd, hogyha ez neked működik. Tehát a gondolatok soha nem szülnek érzelmeket, de nanoszekundum alatt párosulnak mellé. Ha az érzelmeket a maguk nyers, közvetlenül létrejött formájában látod, mielőtt a gondolat elkezdi azt maszkírozni, magyarázni, módosítani, gyengíteni, erősíteni, akkor tényleg érzelmes vagy érzelmi életet tudsz élni. Mielőtt a gondolat oda megy, azonnyomban beállt a könyvelés. Beállt az, hogy ez most mennyit ér, eszközforrás, melyik számlaosztály, hogy mikor jelentjük az adóhatóságnak. Érted? Tehát ez már egy ilyen nagyon komoly menedzsment. Hogyha tényleg érzelmekre vagy kíváncsi, tér vissza a gondolkodás elé, és nézzük, hogy az érzékszervi hatások benned mit váltanak ki. Beleértve a másik ember által kapott érzékszervi hatásokat. Tehát, hogyha túl gondoljuk az érzelmeket, lőttek az intimitásnak. Ha nem látjuk az érzelmeket, akkor is. Te egyetértesz ezzel, hogy a gondolatok szülik az érzelmeket? Most mondtam, hogy hülyeség! Most mondtam, hogy miért olvasok én ilyet a templomban, egy könyvben, a könyvtárban mégiscsak? Mert a könyvtárban rengeteg hülyeség van. Zen hülyeség is van. Azért tároljuk ott a hibákat, hogy észrevedd a hibákat, és próbálj meg megszabadulni tőlük. Most gondold el, hogyha az összes könyv csak a tökéletes mi voltában lehetne, ott egy darab könyv nem lenne a könyvtárban. Minden könyvben benne van a hiba. De a hiba kijavítása is, mert látod, Adri kérdezett. Tehát a könyv már nem volt olyan haszontalan. A kuanok is tele vannak hibával. Rengeteg hiba van bennük. De ha nem látsz rájuk és nem javítod ki, akkor a sajátjaidat se fogod. Oké? Illetve még van egy másik ehhez kapcsolódó kérdésem. Mások szennyesét velem mosatod. Tehát beszélj ennek a könyvnek az írójával, jó? Miért írt le ilyeneket? Lehet, hogy már meghalt. Na, az még könnyebb, akkor az utóddal. Jó? Most szembe jött velem egy olyan dolog, hogy azt mondta nekem egy illető, hogy ő nem tud mit kezdeni az érzéseivel, ő nem tud felelősséget vállalni az érzéseire, mert ezeket ő csak úgy érzi. És ezen is megragadt. Ezt neked mondta? Igen. Szerinted miért?
azt... Nem mondd, hogy nem tudod. De ilyen nincs szerintem, hogy... Most tényleg naív vagy? Szúnyim, nem. Adri. De egy érzelem az nincs ilyen, hogy csak úgy egyik percre a másikra ott van. Tehát, hogy az érzelem az egy teremtett dolog, hogy az egy folyamat, az nincs így, hogy csak úgy ott van egy percről az egyik percről a bizony, másikra. Bizony, jól látod. Mivel az érzelem ki van téve a keletkezés, maradás és megszűnés hármasának, ezért biztosan teremtett. Akkor tehát van felelősség a másik embernek abban, hogy ő azt érzi. Van. Király. Sőt, nem csak abban, hajajaj, ez még csak a játék kezdete. Nem csak abban van felelősség, hogy érzi, nem láthatóan ezt kommunikálja feléd. Az a másik nagy felelősség. És a harmadik, hogy utána meghallgassa a választ. Utána újraindul a ciklus, és esetleg egy vörös-boros, gyertyafényes változatban folytatódik. Házas. Bravo! Ez azt jelenti, hogy te pontosan tudod, hogy ez az ember miért fejezte ki az érzelmeit felé, csak itt adod a kis ártatlant. Ez az, amikor a forma fontos, nem az üresség. De biztos, hogy a benned levő terapeuta, mint ős archetipus, ezt is jól tudta kezelni, és te ott, mint gyógyító angyal, és nem mint a végzett nőszemélye lépnél föl. Azzal, hogy te valahogy gondolkodsz, válsz valakivé. Azzal, hogy valahogy érzel, és érzelmeket táplálsz, válsz valakivé. Azzal, hogy te beszélsz, és cselekszel valamilyen módon, válsz valakivé, mert ezeknek az összegyűlt karmája a személyiddel együtt, ez a személyiséged, és a ráakasztott önkép. Világos? Remélem mindenki számára világos. Ez az, amit nagyon jegyez meg. Hogy az éned az egy épített szerkezet. Vannak építészeink, akik pontosan tudják, hogy egy épületet hogy kell megépíteni. Tudjuk, hogy a személyiségünk eredetileg nincs. És hogy mi építjük meg életek százain, ezrein az azonosulásaink által. Minden lehetséges, csak az nem, hogy te ne állj meg a magad szeme előtt. Tehát, hogyha valaki szóban elvállalja azt, hogy egy konfliktusban ő üvöltözik, akkor ő üvöltöző emberré válik a mások is a maga szemében. Ha te nem akarsz üvöltöző ember lenni, akkor te ne üvöltözz. Ha te csapkodsz a konfliktus helyzetekben, mert a haragodat nem tudod másképp levezetni, akkor te csapkodó emberré válsz, mert te ezt ismétled, ezzel azonosulsz, és ezért a környezeted is ezzel fog téged azonosítani. Ha nem szeretnél csapkodó emberré válni, ne csapkodj. Tehát ezt még nagyon sok ilyen szútraszerű, permutált bekezdésben el tudom neked mondani, de ezt te magadnak mondd el, légy szíves, akkor, amikor olyan tulajdonságokat látsz magadban, amiket mechanikusan ismételsz, mert megszoktad. De ezek a szokás halmazok, ezek a ciklusok, ezek az azonosulások raknak téged össze egy önképpé, egy személyiséggé, oké? Amit nem akarsz, ne csináld. Amivel nem akarsz azonosulni, ne ismételd. Fordítva, ha valamivé akarsz válni, azt a karmát hajtsd végre, azt ismételd. És azzá válsz. Három magatartástól tartózkodjunk, ezt mondtam a bevezetőben. A túlkompenzálásból. Húra, hát akkor mondja meg, hogy mit csinálj, csak ne kiabáljon. Nein. Az alávetésből. Igen. Nincs túlkompenzálás, nincs alávetés. És a harmadik, hogy kirohanok. Kirohanok a helyzetből. És hogyha ez a három nincs, akkor marad a szembenézés és a nem reaktív tudat. És ez a nem reaktív tudat elkezd tükrözni. A reaktív tudat, színuszg hullám, elkezd hullámzani jóban, rosszban. Nekem jó, nekem rossz. Reagálok, nem reagálok. Ez az elme. Ez a duális elme. Na, ezt félreteszed, és a tükörből beszélsz. Akik jógáznak, a vígsip, tehát az állandóan hullámzó tudatot, a gyakorlatod felváltja az egyhegyű tudatra, az ékagrára, ezáltal megvalósul az, ami a jógának a jelmondata, hogy jógas, citta, vritti, niroda. Tehát a cittának, az elmének a vrittieit, a hullámzásait
felfüggeszti, és belekerül a nem gondolkodás állapotába, szó szerint a felfüggesztett elme birodalmába, ez a niróda. Ebből születik a moksa, a felébredés, a szamádin keresztül, az elmélyedés által. A szamádinak az előszobája a zen, a gyána. Ezt csak azért mondom, mert egy páran azért foglalkoztok jogával is, és jó, hogyha a fogalomkörhöz kötitek azt, amit itt csinálunk. Jó? Úgyhogy tessék nyugodtan szembeállni, tükrözni, megfelelő magatartást tanúsítani, ehhez elképesztő belső szilárdság kell. Tág tudat, hogyha úgy figyelsz, hogy a tudat kitágul, és mint a tenyér nyitott, és nem mozdul, akkor az érzékszervek teljesen stabilan működnek, de a reaktív tudatod nem szól bele. Nem szól bele, hogy hangos vagy halk, forró vagy hideg, nem szól bele, hanem tapasztal. Ez a tiszta tapasztalás, a folyamatos jelenlét az, amit akarsz, csak az intellektusod egy bizonyos zónát körbe akar zárni egy ilyen ökölbeszorított kézhez hasonlóan. Oké? Ezért kell gyakorolni, hogy a jelenlétet az erőfeszítésmentes összeszedettség állapotában tapasztald. Még egyszer, a jelenlétet az erőfeszítésmentes összeszedettség állapota. Nem mozdul, de nincs benne feszültség. Ez azért kell, hogy minden feszültséget elviseljen. Ha önmagában feszült, előbb-utóbb szakad, törik az ellenhatás által. Értjük? Tehát ezért mondom, a teret nem lehet megütni, egy tárgyat lehet megütni. Az lenne a kérdésem, hogy észrevettem már, hogy üt a bot. Azt is, hogy én vagyok az, aki ütöm magam. És azt hiszem, hogy leraktam a botot, ráláttam, hú de jó, hurrá, vége. És aztán ugyanaz a dolog, ami mondjuk az egyik legfőbb ilyen hozott karmám, más formát vesz és újra üt. És csak akkor ismerem föl, amikor hátrafordulok és már kaptam. Bizony, így van. Jó, hogy észrevetted. Ez a pseudomorphosis görögök. Történelemben használták először, hogy a nagy csoportkarmákat észrevéve, aki Oswald Spengler nevét ismeri, tessék olvasni, nagyon komoly, hogy a karmád az egy más alakban, de ugyanolyan mély szerkezettel megint szembe kerül. Miért? Mert csak félig oldottad föl. Tehát feloldottad egy bizonyos mélységig, de annál mélyebbre nem mentél. És mint a félig kihúzott gyom, az utolsó 5-10 centi a gyökérből benne marad, a felső 20-at kihúztad, és újra kinő. Már más a levele, de ugyanaz a fajta gyom. A pseudomorphosis az azt jelenti, hogy a látszólagos átalakulás. Ezt honnan veszed észre legjobban? A párkapcsolatok evolúciójából. Tehát nagyon nem tetszik valaki. Kilépsz belőle, neked nagyon igazad volt, ki kellett. És van olyan, ami tényleg tarthatatlan. De ha te magad nem változtál meg, és azt a párkapcsolatot nem fejlődted meg, akkor a következő párkapcsolatod mély szerkezete ugyanaz lesz, mint az előzői. Más lesz az arc, kicsit a testalkat, de a mély szerkezet az ugyanaz lesz. Honnan tudod, hogy ugyanolyan típusú konfliktusok fognak kialakulni? Úgyhogy ezt a fajta átalakuló felszín, de hasonló vagy azonos mélység. Ez egy nagyon nagy tanítás ahhoz, hogy tényleg körben forgunk, és amíg a kör középpontjáig, a mozdulatlanig nem jutsz el, addig ez ugyanazt fogja hozni. Tehát meg kell fejlődnöd belül azt, amire már ráláttál, és akkor fogsz más típusú problémákat tapasztalni. Tehát honnan veszed észre, hogy tényleg változol? Hogy az élethelyzeted, a viszonyaid, és a működésed mind megváltozik. Amíg nem, addig gyakorlatilag ugyanott vagy. Kenegethetsz magadra egy csomó maszkot, felvetsz egy spirituális ruházmányt, meg mit tudom én, de tényleg a mély szerkezet belül nem változik, akkor nagyon-nagyon hasonló konfliktusok, megoldatlanságok és egyebek maradnak meg az életedben, úgyhogy közben a személyek látszólag cserélődnek. Oké? Okay? Úgyhogy ezt jól tapasztaltad, és ez már csak tényleg gyakorlat kell, hogy ez ne így legyen. Tudod, mi itt a kulcs? Ez egy nagyon durva ekvivalens, hogy miben segíthetek. És hogyha segítesz másnak, akkor azon keresztül a személyes karmádat feloldod.
Mások segítése nélkül a személyes megszabadulást nem fogod elérni. Érted? Mert nem kerülsz vele érdembe kapcsolatba. Állandó opozíció marad. Nem tudod meglátni, elsajátítani, megfelelni. Segíts neki. És elindul egy közlekedés, elindul egy kölcsönhatás. És a megfelelő irányú segítség kell természetesen. Szándékban, célban. És hogyha megfejlődted, és már nincs opozíciós viszony, duális kapcsolat, honnan veszed észre? Eltűnik. Eltűnik. Tehát megszűnt az a feszültség, ami a közös karmának a pozitív-negatív pólusa, és akkor tűnik el az életedből, amikor pontosan megfejlődted azt, amiért neked szólt az az ember, vagy embercsoport, vagy élethelyzet. Oké? Sokat beszéltél a párkapcsolatokról, hogy ebből mennyi mindent... Ez most mindent... tudod mellékhatás, de mondjad. Hogy mennyi mindent lehet tanulni belőlük, de mi van, hogyha nem jutunk el addig se, hogy párkapcsolatunk legyen? De eljutunk. Hát én nem jutok el. Nekem itt van eljutsz. Az elakadás, és nem tudom, hogy hol keressem magamba. A következő tanítást adom. Tegyél föl egy kérdést. És most nem azt a kérdést, hogy mi ez, hanem azt a kérdést, hogy ki a párom. Tehát ha van egy korábbi beépített önvédelem, akár családi karma, akár párkapcsolati karma miatt, ami tudattalan, de visszanyomja minden lehetséges impulzusát a környezetnek, a daliának, a fehér lovas nem vesz észre, nem, hogy nem akar fölébreszteni az álmodból, észre se veszi, hogy te ott alszol. A csípkében és a rózsában. Tehát nem vesz észre. Nem flörtölés, nem. Belül annak a lélek kapunak a kinyitása, ahol a párkapcsolatot te megengeded magadnak. És most nem hercegkép építésről van szó, amikor azt mondom, hogy tényleg tedd fel a kérdést, ki a párom? És ez a ki a párom ki fogja nyitni a lelkedet annyira, hogy besétáljon valaki, aki az első kapun átjutott. Ez az észrevétel kapuja, a jelenlét kapuja. A második kap az, hogy megmert szólítani. Tehát kinyitod a lelket, megteremted a jelenlétet, és felveszed a kapcsolatot. Látszólag ő veszi föl veled, de ezt már rég megtetted. Igen, nagyon jól tudják a hölgyek, hogy lehet energetikailag egy férfit bevonzani és kizárni. Tehát energetikailag egy térben vagytok, az gyakorlatilag már egy virtuális szoba, ahova ezt a lelket te egy térben magaddal elképzelted, és meg is teremtetted. Nincs közös jelenlét, nincs kapcsolat. És olyan is van, ez nagyon jól lehet ilyen repülőtér tranzitoktól kezdve buszmegállókig, meg ilyen tömegszerű helyeken tapasztalni, hogy hogyan taszítjuk a másik embert. Hogyan elképeszt ez a közelemben egyere. Leszúrlak. Megütlek. Szétharapom a torkodat, közelembe jössz, és így hozzám érsz egy picit. Na, ezért lehet az ázsiai metrókon még mindig nyugodtan gyúródni, mert teljesen személytelen, és itt félházzal az M3-ason azt érzed, hogy harc van. Ez az iszonyat territoriális magatartás, ez a borzasztó, békétlen, türelmetlen belső, ez úgy taszítja az embertársat, hogy megyek a következővel. Én erre van hely látszólag, de ide én föl nem szállok. Ázsia mai napig úgy van, hogy átváltozol egy ilyen kis húsgombóccá, és téged így be lehet tolni még 400-at magaddal, nem túlzok egy 1,2 km hosszú szerelvénybe, mert ilyen hosszúak is vannak. De borzalom. Tehát én Szeulban éltem, hogy folyamatosan 6 évet, aztán pedig még ráhúztam egyet-kettőt szakaszosan. Soha nem éreztem azt, hogy bárki engem megsért csak azért, mert gyakorlatilag a verejték cseppjeink utána paroláztak, ahogy a full légkondi mellett a monszun esőben ott izzadtunk a hármas vonalnak, ott a narancs, az a narancs színű vonal a hármas, és így szét vagy nyomva, de semmiféle sérülés vagy sértettség érzésed nincs. És akkor kinyílnak az ajtók, és te 1,5 méterre vagy tőle, úgyhogy 20 ember áll 1,5 méteren, 20, és egy szép lassan így elkezdesz ozmózissal ott a távozás felé ott oldalogni, meg tudod tenni. De hogyha te ott pánikolsz, vagy agresszív vagy, akkor így ez a lenéző pillanat, hogy te mit nem vettél észre?
Itt mindannyian emberek vagyunk. És mindannyian tudjuk, hogy valahol valakinek le kell szállni. Le fogsz tudni szállni, de te itt ne tempózzál, ne emberkedjé, ne legyél te itt most senki sem, mert eddig se voltál. Eddig is egy ilyen kis kétszemű húsgombóc voltál, akit be lehetett gyúrni másik 300 húsgombóc közé. Jó? Tehát ez a szóli csúcsforgalom. De elképesztően normális. Mert nem teszed bele a duális elmédet, nem teszed bele az énségedet, nem teszed bele az intoleranciádat. Ha ott mindenki intoleráns lenne, 10 milliós város csak a határokon belül, közvetlen alvóvárosi kapcsolatok együtt 16-18 millióra fölmegy. Gondoljátok ezt el? Tehát milyen lenne, hogyha a tolerancia hányados egy ötszörös népsűrűségi országban, mint Dél-Korea, egy picit is csökkenne? Hát nem lenne jó világ. Nagyon nem. Úgyhogy tessék szépen a belső határt kinyitni, és egy átkelő helyet létesíteni, hogy a megfelelő hitelbiztosítással rendelkező egyén átjusson rajta. Úgyhogy ezt a kaput a lélek kinyitja, megvan a jelenlét, megvan a kapcsolat, és abból lehet építkezni. Tehát itt már nincs az, hogy nagy herceg a fehér lovon, itt az van, hogy alkalmas-e a feladatra, vagy sem. Ezt fokozatosan kell eldönteni, az igent is, meg a nemet is. Jó? Én azt szeretném kérdezni, hogy arra a bizonyos 96%-ra ráláthatunk, tehát az része az igaz önvalónknak, tehát tapasztalhatjuk, oké, nem tudhatjuk. Tehát az van... igazi önvalódnak nem része semmi, és nem áll külön semmi se tőle. Tehát ami nem név és nem forma, azt ne keverjük a névvel és a formával. Ráláthatunk? Rá. Most megkérdez, hogy mire? 90%, de ha nem, akkor majd én kérdezlek. Tehát Attila, miközben a lakóautók tervei ottan mennek, mire szok rálátni meditáció alatt? Hát megmondom, arra, ami épp a vázat bontaná szét. Arra is, ami megépíteni. Tehát miért szép a zen meditáció? Mert nem feltáró vagy elnyomó technika. A zen azért szép, mert látni enged, láttat, és a látást tanítja, ezt a vidyát, a látást. Ebben a tükörben minden látszik. Mi az, ami a drága látos tudatküszöböd alól először feljön? A legintenzívebb karma. Tehát amelyik hal a legnagyobbat tudja ugorni, az fog a tenger felszíne fölött egy ping, és utána pedig visszamegy. A legkomolyabb duális tartalommal bíró karmád az jön a tudat felszín fölé először. Ha az öröm, akkor az. Ha trauma, akkor az. Tehát van egy olyan elfolytott energiája minden tudattalan karmának, amellyel ő ott a tudattalanban létezik. Valami ezt megérinti kívülről, ez a kiváltó ok, az energia felszabadul, és a karma felszínre jön. A déjà vu-től kezdve az egymásra ismerésig, meg a különböző nagyon erős belső reakciókig, minden így működik. Tudattalanban ott van a karma lefagyasztott polaritással, valami aktiválja, és hogyha ott van az érzékszervi hatás, megjelenik a tudatosban. Meditációban nincs külön érzékszervi hatás, hanem az addig felépített önvédelmi mechanizmusainkat, figyeljünk, önvédelmi mechanizmusainkat, azt kapcsolja ki a meditáció nemes mestersége. És hogyha ezt így tesszük, hogy nem teszünk semmit, amivel az énünket erősítenénk, akkor a tudatküszöb alól megengedjük, hogy spontán a legerősebb karma, amelyik már ott az orvosi rendelő előtt várt, már több élete, mondod ezt a várólistát. Tehát ott vársz életeken keresztül, hogy egyszerűen kinyitják az ajtót, és az orvos azt mondja, hogy te vagy az. Jó? Te vagy az, drága karmám. Eddig azt hitted, hogy hátulról igazgathatsz, lásd ütések botokkal, ugye? De most már meglátlak, és ezt nem teheted. Tehát a legerősebb energiájú karma jön a felszínre először. Ha nem, akkor szórakoztattad magadat, akkor valamilyen képalkotás volt, akkor relaxáltál, pihentél, ezért nem szeretem a vezetett meditációt. Mindenkinek van egy drágalátos belső tükre, tessék használni, rögtön. Nyugodtan menj el relaxációs tanfolyamra, vezetett meditáció, csak ez nem megszabadulás irányú dolog. Egy túra. Szeretjük a kalandtúrákat. Kisvasút, kötélvonal, le lehet rajta csúszni, vizes, ilyen kis hajókázások. Ez mind szép és jó, csak ettől nem ébredsz föl. És nem azt látod, amit tényleg kéne, hanem amit láttatni akarsz magaddal.
de ha a zent úgy csinálod, ahogy az tanítva vagyon, akkor nincs elfolytás, és nincs kiélés. Nincs vezetett meditáció, de technika nélküli széttagoltság és szétesés sincs. Ezért van az, hogyha te ebben a pillanatban szilárdan jelen vagy, akkor tapasztalod a világot úgy, ahogy az tényleg van. És ezért a természet törvénye az, hogy amiben nagy energiát tettél, az jön föl először. Következésképp, ami feljön benned először, azzal kell először találkoznod. És az előbb-utóbb megy is. Minél tovább mész a meditációban, ezért javaslom a 90 napost, nem sokára november végén elkezdjük, akár részidőben is, ne aggódj, de hogyha mondjuk kirúgatod magad, akkor a teljes 90 napost meg tudod csinálni. Akkor az van, hogy nagyon-nagyon mélyre tudsz menni, nagyon mélyről jönnek föl a karmák, és nagyon mély énalkotókat látsz, és nagyon komolyan át tudod alakítani magadat. Oké? Okay? De minél inkább a felszínen maradsz, annál inkább csak válságmenedzselés van. De szerkezeti mély átalakulás nincs. Nekem az lenne a kérdésem, hogy aki már évek óta gyakorlok, és már súlyos mélységekbe is sikerült eljutni, pánikrohamok, minden akármi volt, és ezért van bennem az a kérdés, hogy mikor érdemes szüneteltetni a ránézést, vagy a gonddal való foglalkozást, az más. Mikor már súlyos... A foglalkozás más, mint a ránézés. Javaslom, hogy a ránézést azt sose szüneteltesd. A felvállalt vakság az nem jó. De a foglalkozást azt egyre inkább szüntesd meg. Tehát a foglalkozás ez az intellektusnak az ilyen féregmozgása, hogy a kis megoldást majd én kiköpülöm valahogy. Nem ez fog célra vezetni, hanem a látás, a pillanatról pillanatra való gondolkodásmentes, foglalkozásmentes látás. Van, amivel foglalkozni kell, de az inkább terápia. Amivel nem kell foglalkozni, mert nem hirtelen válságmenedzselésről van szó, az már a látás által is leválasztódik rólad, meg tudsz tőle szabadulni, uralmi helyzetbe kerülsz, stb. Stb. Tehát ha helyesen gyakorolsz, akkor egyre kevesebb foglalkozás kell a karmával, mert egyre jobban látod. Sokszor használsz számítógépes hasonlatokat a beszédeidben. Ezért én szíves elnézésedet igen, kérem. Igen, de ehhez kapcsolódik egy hasonlat, hogy amikor a tudatalatti kapuját vagy portját nyitogatjuk, akkor hackkeljük a rendszert, tehát belenyúlunk egy normál működésbe, vagy pedig kijavítunk valami hibát a rendszerben. Most szeretnék egy szufi mesét használni hasonlatként, hogy kicsit kilépjünk a csillagászati, illetve digitális számítógépes hasonlatok bűvköréből. Mindenki ismeri az Aladdin és a csodalámpa című mesét. Ez eredetileg egy szufi mese, és ott van egy olyan, hogy szezám tárulj. Na ez a szezám tárulj, ez azt jelenti, hogy kinyílik a kapu, te bemész a barlangba, és ott mindent is látsz. De ha azonosulsz bármivel, kővé válsz. Már ha megérinted a gyönyörű fákat, a drága köveket, a kincseket, mert a tudattalanod ezt is tartalmazza, és hát miért mondjunk rosszakat, hogy démonokat, poklot és egyebeket is tartalmaz, ez egy másik mese. De ugyanúgy ne érj hozzá. És akkor az van, hogy ki kell hozni azt a dísztelen rézlámpást a napvilágra, tudatosítani kell, kihozod a barlangból, és elkezded szépen dörgölni, szépen homokkal megtakarítani, tehát eseménytelen és unalmas tud lenni a gyakorlat, kedves szanga, de akkor is csinálni kell. Ha látszólag nem történik semmi, akkor is. És hogyha megtisztult ez a kis lámpás, akkor jön ki a dzsin. Mit tehetek, kedves gazdám? Jó, tehát ez azért fontos, mert ez a kinyitás, ez teljesen spontán, és itt pontosan az jön föl, amely, azt mondom, tudattartalomnak föl kell jönnie. Tehát azt az előbb mondtam, hogy a meditáció kikapcsolja a tartós önvédelmet. Ezért kell ellenőrzött környezetben, megfelelő hagyományban, megfelelő tanítóval, tanítással és normális tanítványi közösségben gyakorolni,
hogy te megbíz ebben annyira, hogy kikapcsold a saját önvédelmi mechanizmusaidat legalább belül, meditáció alatt. Hát az a környezet is, hogy most nem kell hirtelen védekezned, hogy most ki akar megtámadni, de belül sokkal jobban tudunk félni, sokkal jobban, nehogy azt lásd magadból, amit nem akarsz. És innentől kezdve van dolgod. Az, hogy ezt a szezám tárújt, ez az, hogy megengedem azt, hogy lássam, hogy mi van a tudattalanom barlangjában, de nem azonosulok semmivel sem, amit ott látok, és az éberség tiszta lámpását hozom ki, mint eredmény. Oké? Okay? De ezt lehetne úgy is kicsikét még cizellálni, hogy Aladdin nem találja a lámpást, egy kicsit zenesebbé. Tehát az Istenek nem találja a lámpást, és már mindennel is találkozott. Mindennel. És minden túlélt. És még mindig nincs meg a lámpás. Látott jót, rosszat, kincset, démont, mindent látott, és amikor már csüggetten kijön a barlang, vagy tehát ennek vége, egy év ezredeket eltöltöttem vele, és még mindig nincs meg, akkor a kapuban, a küszöbön ott van. És onnan veszi föl. Oké? Okay? Egyébként van még egy zenes csavar ebben, hogyha már ennyire fantáziadúsak vagyunk, hogy tisztogatod, de nem akar tisztulni. Sőt, elkezd még egy pár homokszem még rá is ragadni erre a lámpásra. És ahogy megpróbáld, azt hallottad ugye a szufi pátriárkától, hogy ezt tisztítani kell, hogy gyakorolják. Még több homokszem ragad rá. Még több homokszem. És egyszerűen ilyen homoklámpás lesz belőle, és még jobban tisztogatod, és dörzsölöd, és látszak, totálisan kontraproduktív a dolog. És amikor már teljesen elborítja a homok ezt a lámpást, egyszerűen csak szétesik, szétporlik. Csak egy ilyen homok halom marad, a lámpás eltűnik, és akkor megjelenik a dzsinn. Előtte nem. Tehát lehet ezt még fokozni nagyon sokféleképpen, de itt nem a hasonlatnak az ereje számít, hanem hogy mire inspirál. És azért a szufik ott voltak a szeren. Horvátországban a mai napig van működő szufi kolostor. Ez anyám. Blagaj. Vagy Blagaj, attól függ, hogy mondod ki. Úgyhogy ők is tudtak valamit, ahogy a gnosztikusok is annak idején tudtak nagyon valamit, és ami megkülönböztette őket az utódoktól, vagy a kortársaktól, és hogy csinálták. Tehát csináld. Csináld. És hogyha csinálod, akkor a meséből realitás lesz. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Az a kérdésem, hogy a zen kultúrában miért nem fektetnek nagyobb hangsúlyt a testművelésére? Mert hogy vannak a Shaolin szerzetesek, ugye, akik erre elég nagy hangsúlyt fektetnek, és hogy én is látom ebben az értéket, csak kíváncsi vagyok, hogy a zenben ez miért nincs jelen. Egyszerűen szólva azért, mert a zen alapvetően egy monasztikus irányzat volt, hogy csak az volt. Ahogy ez kijött a világba, megszűnt pusztán monasztikusnak lenni. De a szangában ugyanúgy megvan a szerzetes-szerzetesnő, világi férfi, világi nő, koreaiul ez a Sabu De Jung, a négyosztatú nemes szanga, akik gyakorolnak. De még mindig a mély szerkezetben egy olyan monasztikus hagyomány van, ahol a test az egyáltalán nem volt fontos. Tehát háromféle alaptevékenységet végzel ezzel a testtel, mint zen szerzetes, leborulsz, dolgozol és sétálsz a hegyen. És kész. És nem az volt a cél, hogy 60-70-80 évig éljenek, hanem az volt a cél, hogy mindent beletegyenek a gyakorlatba. Nagyon komoly praxis szól amellett, hogy aki a testet teszi elsőre, az a tudatot el fogja helyezni nagyon hátra. Vagy Kyonkosunimnak a tanításában, aki tökéletes egészséget akar, az elképesztő önközpontúan és kabzsi módon tud viselkedni. Nem azt jelenti, hogy az vagy, hanem azon módon tudsz viselkedni, ha csak a testnek az egészségéről, vagy a túléléséről van szó, és nem pedig a tudatodnak a megtisztításáról. Itt nyugaton a zenhez bármiféle testnevelő dolgot hozzácsatolhatsz. Nincs tiltva. Tehát nincs meghatározva, hogy te egészségtelenül kell, hogy élj. Oké? Okay? Ezt mindenki nyugodtan raktározza el magának. Az, hogy ez nincs benne eredetileg, az a monasztikus eredet miatt van.
De most már, mivel azért eléggé globális falu lettünk az elmúlt 100 évben, azt látod, hogy a legtöbb zenszerzetes jogázik. És ezt a jogát én mindenkinek javaslom, akár hatha, akár astanga, alkattól függően, hogy tessék nyugodtan a gyána alá oda tenni azt a hatot, ami még a jogában benne van, az ash, tehát a 8-ból, jáma-niáma, a szabályok, ami hát nálunk a pancsasila, az 5 fogadalom, ha azt az 5 fogadalmat betartanánk, az úgy nagyjából elég lenne. Asana pranayama, testgyakorlat és légzőgyakorlat, és ez még mindig az alapozás. Tehát aki nagyon tudja már nyújtani, tekergetni magát, meg különböző lyukakon lélegezni, legyen szíves, tudatosítsa, hogy ez még mindig csak 50%. Jó? Utána a felső 4 jön, a pratyahára mozdulatával az energiát befelé fordítod, meg különben nem tudod kinyitni a kaput, nincs belül az energia, nem találsz belül semmit. Dárana, fix tudattárgy. Ez a praxis fölvétele, hogy nagy kérdés, vagy egy mantra, vagy bármiféle olyan tudattárgy, amely a csittának, az elmének a mozgását elkezdi megállítani. 10 bika kép, amikor már kikötötted a bikát a kötéllel. Oké? Okay? Kikötötted a fához. És utána jön 7. a gyána. Channa, chan, son, zen. Na, ezt csináljuk. Tradicionálisan a kínai kultúra nem pakolta alá a jogát, vagy akár a taoista jogát. Azt, hogy kung fu és shaolin, ez a zennek egy változata, vagy a channa korrektebben szólva egy változata, de ők nem ültek 90 napot. Fordítva, a 90 napokat ülő, tehát kölcsékat, angót csináló kolostorokban nem lehetett harcművészetet gyakorolni. Ki volt csukva? Még tajcsit sem. Minden, ami harcművészethez egy picit is hasonlítható, az a meditációs termekből ki. Tehát a ksatriát és a brámint, a mozgót és a nem mozdulót, a békést és a harcost hagyományosan elválasztották. Tajvanban van 1-2 kolostorról, ez még együtt van, és Koreában van harcművész kolostor, Golgulsa, ahol ilyen sonmudo, tehát a kungfunak egy ilyen leszármazott változatát gyakorolják zen vagy sonként, de ott sincs 90 napos elvonulás. Tehát 2 különböző alkat kell hozzá, 2 különböző felépítésű csoport vagy szanga kell hozzá, és ezért a 2 nem tehető egybe. Itt nyugaton te azt gyakorolsz mellé, amit akarsz. Hát van, aki kungfuzik mellé, és ez nagyon jó. Világiként sokkal több szabadságod, lehetőséged, de felelősséged is van, mint egy olyan monasztikus szerzetesként vagy szerzetesnőként, ahol nagyon komoly szabályok vannak, nagyon komoly hagyománytisztelet van, és épp ezért tisztelnek téged és adnak adományokat, hogy ezt te szépen folytasd, mert ezt a hagyományt megszokták, meglátják úgy, ahogy van, használják, a kontinuitásban rengeteg érték van. Tehát világiként te emellé azt csinálsz, amit akarsz. Miért? Mert a gyána és a szamádi nem képzelhető el valamilyen energetikai és fizikai alépítmény nélkül, vagy szabályok nélkül. Milyen szépen van ez rendezve 4x2. Vedd tekintetbe újra, amit elmondtam. A felső 2 a gyána és a szamádi. Elmélyedés nélkül nincs egyéválás. Ha megmondom, és nézd meg az elejétől újra, ha megmondom, hogy mit csinálj, azt is megmondom, hogy mit ne csinálj. Ha megvan a test gyakorlata, energetika per lélegzet nélkül nem megy, ezért van egyben, egymás mellett, az asana és a pranayama. Ha már befelé fordítottad az energiádat, nincs olyan, hogy egy fix tudattárgy nélkül azt meg tud tartani belül. Ezért van a pratyahára és a dárana is egyben, párosítva, egy helyen. És hogyha te elmélyedsz, gyána, előbb-utóbb egyé válsz, szamádi. Itt tessék figyelni ezt. Úgyhogy tradicionálisan a zen ezt a fajta mozgást, mint a monasztikus életvelejárója nem tanította, de ez nem jelenti azt, hogy te ne vehetnél föl bármit, ami a gyakorlatod részét tudja szellemileg képezni. Oké? Okay? Én arról szeretnék kérdezni, ugye a videókban kicsit keveset van érintve, hogy a testvér karma. Nekem egy nagyon, azt gondolom, bonyolult karmám van a nővéremmel, és látok olyan testvérpárokat, akik nagyon egyszerűen vannak harmóniában. Én meg azt éltem meg, hogy nagyjából soha.
és hogy ennek a megoldása is mondjuk ugyanannyira fontos, mint egy szülő, szóval egy felfelé, vagy egy lefelé menő, vagy ez... Ennek a helyes művelése fontos, hát főleg családi szinten a karmát nem lehet megoldani, nincs egy endlőzünk a végső megoldás, tehát ezt felejtsük el. Olyan van, hogy megfelelő formába, mederbe tereled a működést, ahol érdemes vagy méltó a viszony egymáshoz. Az a kérdés, hogy valójában mit tanít neked a testvéred, és mit tanítasz te neki. Tehát ha ezt innen nézed, akkor nem lesz az, hogy próbálunk harmonizálódni, de az Istennek nem megy. Lehet, hogy a diszharmóniából fogunk tanulni valamit. Lehet, hogy azért születtünk egymás mellett, hogy belássuk, hogy ilyen közelről mennyire mások vagyunk. Ugye az ő nézőpontja, amikor helyes, akkor gyakran az enyém helytelen, és fordítva. Tehát elképesztő tolerancia gyakorlat. Vagy hogyan tudjuk két teljesen külön nézőpontból segíteni a szüleinket? Ilyenek. Általában ezek a karmák nem maradnak konstansak, tehát nem maradnak ugyanolyan távol. Vagy elkezdenek közeledni, mert évek alatt jobban megértjük egymást, magunk is családot alapítottunk, és akkor már a testvér is egy kicsikét elfogadhatóbbá válik, hogyha már más oldalról kicsit megkötötték, stb. Vagy pedig elkezdünk távolodni, és a megértéssel, elfogadással együtt egyre kevesebbet találkozunk. Ezek sosem maradnak fix pályán. Úgyhogy nézd meg azt, hogy a hátralévő időben, mert ez is múlandó, mi az, amit tanulsz a tesótól, és amit ő tanul tőled. Ennyi. És ezen az úton menve sokkal jobb lesz, mint hogyha az állandó komfortzónát keresnénk, hogy hogy érezhetjük jól magunkat a másikkal. Hölgyeim és uraim, vannak olyan családtagjaid, hogy évekig, évtizedekig nem érzed jól magad vele, de mégis egy családban vagytok, mert egymáshoz születtetek. Tessék ezt felnőtt módon tudomásul venni, hogy miért vagyunk egy családban? Mi az a karma, amely összeköt minket? Mi az a karma, ami szétválaszt minket? Miért pont ilyen távolságban vagyok veled, és nem kilométerre vagy 5 centire? Tehát ez a fajta kérdésfeltevés megnyitja az utat, hogy egész más módon vegyük tudomásul a másik embert, aki a családi karma intimitásában ott van velem, de soha nem úgy, ahogy én szeretném. És én sem, ahogy ő szeretné. De valahogy mégis valami egymás mellé rendelt minket, mert az univerzumban nincs hiba. Miért? Mert nem személyes az intelligencia. Ha az univerzum intelligenciája személyes, antropomorf lenne, hát itt már rég lehúztuk volna a rolót, kérem. És gondold el, hogy egy személyesnek tűnő intelligencia egy magasabb síkon, univerzális erővel dönthetne arról, dualisztikus tudata, hogy itt a Földön mi legyen. Futna még a projekt? Ez a humán? Nem hinném. De kiderül, hogy az intelligencia személytelen az univerzumban, bennünk személyesül, mert mi kimondjuk azt, hogy én. Bennünk énesül. De az a falevélben nem. A falevél sose fog visszadumálni. Ha kivágod a fát, akkor sem. Ha ülteted a fát, akkor sem. Ha szüreteled a fát, akkor sem. De pontosan úgy működik, ahogy a fa intelligenciája az diktálja. Tehát egy ultraintelligens rendszer. A mai napig nem értettük meg, hogy a természet hogy működik rendesen, különben nem így viselkednénk. Nagyon fontos. Tehát próbáljuk meg megérteni úgy a családunkat, hogy ez a sok növény, nem gyökér, ez a sok növény, itt hogyan nődögél? Miért egymás mellett nődögélünk? Mi a dolgunk egymással? És ez egy sokkal tágabb dolog, sokkal kevésbé énes dolog, sokkal, azt mondom, emberibb dolog, hogy megnézzük, hogy valójában milyen karma rendelt minket egymás mellé. Jó? Van egy olyan dolog, hogy félelem. Mostanában ez így minden napon előjön. Tehát, hogy már azt gondoltam, hogy sok mindent elrendeztem az életembe, és haladtam szépen előre. Viszont van egy múltbeli dolog, amivel nem tudok szembenézni. Tudom, hogy szembe kell vele nézek, tudom, mi a dolgom, de nem tudok. Múltbéli? Úgy múltbéli, hogy ez egy munkahelyi dolog, és tudom, hogy dolgom van vele, és amíg azt nem oldom meg, nem tudok előre haladni, de nem tudok vele szembenézni. És azóta minden napom tele van félelemmel. Mit tudok ezzel tenni, hogy gyorsabban megugorjam ezt a mércét, és tudjak előre haladni? Nagyon hatékony lélek vagy, nagyon jól kezeled az üzleti életet,
egy picit ismerem a hozzáállásodat a tennivalókhoz, és bár minden segítőnk úgy állna a tennivalókhoz, ahogy te. Most viszont ez a közelítés kontraproduktív. Pont ez nem fog menni. Tehát ez a bizonyos probléma megtanít téged arra, hogy az eddigi hozzáállás, amennyire jó és hatékony volt, nem fog menni. Tehát legelső, vissza kell lépni megint a félelem elé. Mi az, ami bennem ezt a szembenézést gátolja? Mi azt, az, amitől félek? Mert a félelemtől is félünk, és irtózunk attól, hogy félünk a félelemtől, és rüheljük azt, hogy irtózunk attól, hogy félünk a félelemtől. Metarétegek tucatjai, százai alá bújunk el. Nem megy. Azt, tehát... hogy nem bízom magamban, tehát, hogy ezt is tudom. Na végre, hát akkor itt vagyunk a probléma gyökerénél. Nem bízom magadban. Oké? Ez a probléma hogyan teremtődött, és most ne narratívát mondj, hanem csak annyit, hogy te hány százalékban vettél ebben részt? Hát 100%. 100 nem lehet, mert egy másik ember biztos benne van. Ja. Ja. Oké. Okay. Hát, hogyha te 100%-os bűntudattal ebben benne vagy, akkor világos, hogy nincs önbizalom. Akkor jól lepleztem eddig. Nincs olyan, hogy te 100%-osan azt a problémát megteremtetted. Olyan, hogy 99 olyan van. A problémát nem én teremtettem meg. Pedig csak... erre kérdeztem. Akkor rosszul értelmeztem. A problémát nem én teremtettem meg. Tehát 0% részesedésed van benne. Igazából igen. Az se igaz. Okay. Ahogy a 100 nem igaz, a 0 sem igaz. Tehát akkor 50. Drága Anett, nincs abszolút karma. Hogyha lenne abszolút karma, akkor nem kéne ennyit nyűglődni a tudattal. Nincs abszolút karma. Ha lenne abszolút karma, megtanulnánk az ahhoz tartozó dogmatikát, azonosulnánk vele, csak azt követnénk, és nem kellene itt nyűglődni, meditálni, látni, igazítani, éntelenedni, átalakulni, ez mind nem lenne. Minden karma relatív. Azaz azt jelenti, hogy te nem a környezettől, vagy egy másik emberi kapcsolattól elzártan cselekszed ezt. Nem elszigetelten saját magad hozod létre a problémát, fordítva, olyan sincs, hogy te úgy vagy érintve, vagy 0%-os a részvételed. Miért? Mert legalább annyi történt, hogy ott voltál. Annyi történt, hogy jelen voltál, még hogyha látszólag passzívan is. Hát az a jelenlét az úgy indul, hogy legalább 1%. Magyarul nem vagy érintett akkor, hogyha ténylegesen 0%-ú a részvételed. Ha pedig érintett vagy, akkor valamennyiben már te hozzájárultál ehhez. És így a legelső kérdés, hogy lebontsd a félelem falat, hogy én mennyiben járultam hozzá gondolattal, szóval, tettel, érzelemmel ahhoz, hogy ez a bizonyos probléma létrejöjjön. Vedd föl a saját felelős magatartásodat azért, hogy a szabadságodat is megtapasztald ebben. Hogy ebben volt egy döntés. Lehet, hogy rossz döntés, de volt egy döntés benne. És hogyha ezt a döntést látod, elkezd visszajönni az önbizalom, mert kiderül, hogy ezt te miért csináltad, mit hittél, mit akartál. És hogyha ez az önbizalom visszajön, mert látod, hogy ezt te csináltad, akkor előbb-utóbb a probléma további, nem közvetlenül hozzád köthető részével is szembe tudsz nézni. És akkor szembe tudsz nézni azzal az emberrel, aki a félelmet képviseli számodra. Miért? Mert látod azt, hogy mi volt a te részed, és mi az ő része. Elkezdesz felelősséget vállalni a sajátodért. Ekkor te elkezded kézbe venni ezt a karmát, ami ennek a probléma rádeső része. Ekkor elkezded uralni azt a helyzetet, ami a probléma rádeső hányada. És ekkor stabil vagy. Ekkor elmúlik az az akadály, ami hozzád köthető. És előbb-utóbb a másik emberhez köthető fele a problémának is elkezd megoldódni. Ha ez nincs meg, akkor egy ilyen fal van csak. A 100%-os fal, örülök a félreértésnek, amely nem volt az. Mert a 0%-os fal ugyanaz. Tehát vegyük észre, hogy hogyan teremtjük a világunkat. Hogyan teremtjük a kapcsolatainkat. És álljunk bele a konfliktusba, álljunk bele a problémába úgy, hogy nincs túlkompenzálás, nincs alávetés, nincs menekülés, hanem jelenlét van. És ebből a jelenlétből tudunk igazán építkezni. Ezt kívánok mindenkinek, nagyon sikeres gyakorlatot, jelenlétet, tiszta tudatot, helyzetfelismerést,
kapcsolatteremtést és helyes működést. Köszönöm a figyelmet.